Az elmúlt évtizedekben több könyvtár is bezárt, a fennmaradtaknak pedig az állomány gyarapítása nem volt lehetőségük. A több évtizedes probléma megoldásához kívánt segítséget nyújtani még 2004-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtárfejlesztési koncepciója. Ekkor vállalta fel a Sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár a szolgáltató könyvtár feladatkörét, és megkezdte a kistérségi mozgókönyvtári ellátást. Ez azóta már jól működik, és több fejlesztésen is átestek a könyvtárak. Most ismét egy közös projekt valósult meg. A Nemzeti Kulturális Alap szakkollégiuma pályázatot írt ki, amelyben a mozgókönyvtári ellátások népszerűsítésére szolgáló kiadványt lehetett létrehozni, erre lehetett pályázni, ami rögtön megragadta a mi figyelmünket is, és úgy gondoltuk, hogy olyan értékek jöttek létre a Sárospataki kistérségben. 15 könyvtár tartozik hozzánk, amelyet ellátunk. Ez a folyamat 2004-től, a kezdetektől folyamatosan fejlesztés alatt áll. A mozgókönyvtári ellátás a Sárospataki kistérségben című kiadvány elkészítésének több célja is volt. Mindenképpen szeretnénk, ha a nagy közönségnek, a könyvtárlátogatóknak, és ezentúl az ide látogatóknak, turistáknak, idegeneknek egy támpontot adna, egyrészt megismerkedhetnének a kistérség könyvtáraival, elérhetőségeikkel, hiszen információs pontokként működnek minden településen. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 468 ezer forintot nyert az intézmény erre a kiadványra, melyben mind a 15 település megjelenik. Ebbe természetesen bevontuk a kistérség könyvtárosait is, hiszen a nyári szünet alatt, amíg mások pihentek, ők a területük, településük történetét kutatták, a könyvtárakról adatokat szolgáltattak, fotókat készítettek, ezeket begyűjtöttük, és a nyár folyamán itt állítottuk össze a kiadványt, illetve Miskolcon nyomták ki, és úgy gondolom, hogy egy nagyon színvonalas, szép, nagyon sok képpel figyelemfelkeltő kiadványt tudtunk kézbe adni. Az 5 év alatt elért fejlesztések és bővítések ebben a füzetben az érdeklődők előtt láthatóvá válnak.